A városi sportcsarnoknál gyülekeztek a motoros polgárőrök, hogy innen indulva bejárják a Tolnai megye székhelyet Szent Miklós napján. A télapó sapkát öltött egyenruhások egy jótékonysági gyűjtés záró eseményét tartották december 6-án. Mi 2020-ban már tartottunk egy ilyet, a Gemenc Motoros Egyesülettel, akkor a mentősöknek vittünk ajándékcsomagot, és most idén jött az ötlet a polgárőrséggel közösen, hogy a gyermekosztálynak tartsunk egy gyűjtést, és lepjük meg őket motorokkal, autókkal, vagy kisebb ajándékokkal. A konvoj egész Szekszár területén áthaladt, és lépten nyomon megálltak, hogy megajándékozzák a járókelőket és a gyerekeket egy-egy szaloncukorral. A városi túra végállomása a Tolna megyei Balassa János kórház volt. Nagyon remélem, hogy örülni fognak az ajándékoknak is. Némi pénzadományt is sikerült, mint a Gemenc Motoros Egyesület részéről is ajánlottunk föl. A polgárőrség is, megyei szövetség is ajánlott föl, volt kihelyezve egy adománygyűjtő doboz. Azt még nem tudjuk, hogy ott mennyi gyűjt össze, de reméljük, hogy ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a kórház működőképesebb legyen, és a gyerekek minél előbb kikerüljenek. Néhány a gyermekosztályon kezelt kis páciens is kijöhetett az intézményből, hogy közelebbről csodálja meg a villogó járműveket. Az egyesület tagjai az osztály egyik orvosának adták át a támogatói okiratot, az ajándékokat, a gyümölcsöket és az elengedhetetlen csokikat is. Mindenki csak a gyerekekre szokott gondolni ilyenkor. Nekünk ez az első, hogy a gyerekosztálynak, viszont a jövőben szeretnénk azt, hogy a másik osztályokra is kerüljön, tehát akár az idősebbeknek vagy egy idős otthon felkeresni, hiszen ők is valahogy még régen lehet, hogy hittek a Mikulásnak a varázsában, és hogy ezt szeretnénk visszahozni igazából majd minden évben. A kezdeményezés tehát hagyományteremtő, így aki idén lemaradt, az jövőre csatlakozhat majd.